A 33. önálló gépesített dandár elesett katonái előtt tisztelegtek Ungváron. A hősök hozzátartozói a rektori hivatal nagytermében gyűltek össze, hogy emlékezzenek rájuk és átvegyék helyettük a katonai egységparancsnoki kitüntetéseket. Бригада створена у нас на території вашої Закарпатської області. A dandárt 2023-ban hozták létre Kárpátalján, a tényleges megalakulása pedig 2024. januárjában volt. Májusban a harcjövezetbe irányították őket. A zaporizsiai régióban folytatott ellentámadással kapcsolatos műveleteket a dandár januárig látta el, majd a dandárt átcsoportosították a donyecki szektorba. Які проводилися в районі Запорізької області, бригада виконувала завдання. Ця бригада формувалася у нас на Закарпатті. Ez a brigád itt alakult meg, Kárpátalján, de sajnos nincs állandó állomáshelye. Ezért úgy döntöttek, hogy a rendezvényt a Kárpátaljai megyei hadkiegészítő égisze alatt tartják meg, és támogatjuk a katonai egység parancsnokságát ennek a rendezvénynek a lebonyolításában. A kitüntetéseket azok a kárpátaljaiak kapták, akik hazánk védelmében haltak meg. Kárpátalja valamennyi járásából a 33. dandárban szolgálatot teljesítők közül kerültek ide. No, inna horodice tih polegli z Zakarpattya. Котрі загинули, захищаючи нашу батьківщину. Az eseményre az Ukrajna függetlenségéért, szuverenitásáért és területi integritásáért folytatott harcban elesett katonák emléknapját megelőzően került sor. A posztumusz kitüntetettek között volt Mihajló Iltyó is. A kitüntetést a szülei vették át. Я особисто у війську прослужив 33 роки. 33 évig szolgáltam a hadseregben. A gyermekeim bejártak a katonai egységben lévő irodámba. A lőtéren gépkarabéllyal lőttünk. Azt hittem, hogy csak kiképzésen kell lőni, de sajnos harci lövészetre is sor került. Az elesett katona apja felidézte a búcsú pillanatait. Коли прощались, ми просили, синочку, війна скоро закінчиться, ти мусиш нас похоронити. Amikor elbúcsúztunk, azt kértük, fiam, a háborúnak hamarosan vége lesz, el kell temetned minket. Úgy beszélt, mint egy próféta. Nem, nem foglak eltemetni titeket. Mintha érezte volna, nagyon kedves gyerek volt. Sok barátja volt, mindenkinek segített. Egy tüzérségi ütek parancsnoka volt, Mála Tokmacska mellett halt meg. 2023. június 14-én. Nem tudott elfutni a fedezékig. Június 14-én délelőtt még beszéltünk vele. Este már nem ért. Viktor Nazarov felesége és lánya is posztumusz kitüntetést vett át. Був зв'язківцем. На війну пішов по повістці. Katonai híradós volt. 2022. áprilisában kapta meg a behívót. A gyermekeiért, a hazájáért értem ment harcolni, hogy békében, egy szabad országban nőjenek fel a gyermekeink. Összesen 27 katona kapott posztumusz kitüntetést. Emberek, akik nem féltek szembenézni a halállal, nem menekültek el, maradtak, megvédték magukat, a hazájukat, a gyermekeiket, és ezért hála és tisztelet illeti meg őket. A katonai közigazgatása lehető legnagyobb mértékben támogatja a kárpátaljaiakat, és Ukrajna minden hősét. Különböző programokat indítottunk az áldozatok családjainak támogatására. Továbbra is ebbe az irányba fogunk haladni. A posztumusz kitüntetések mellett az elhunytak hozzátartozóit is megkérdezték a megoldatlan kérdésekről. Rengeteg emléket idéztek fel, hiszen, amint a rendezvényen elhangzott, ameddig a katonák neve a szívükben van írva, addig élni is fognak.